Kedves vendégeink, most egy kabaré előttet látnak, az még Kasszandriai hölgyek vannak elő. Ők már ismerik, gondolom, hogy a lányom, Császár Alexandra. A másik hölgyet meg nem szeretnék már mutatni, találják ki, hogy kívülsz. Mert én rá van, azt kívülsz. Én majd a végén megmondjuk, hogy kihoz. Kérem, fogadják őket a szeretettel. Jó napot! Adok önnek egy adatlapot, legyen szíves, töltse ki az adatait rajt. Köszönöm szépen, köszönöm. Mondja, jártál nálunk? Hát még itt nem, nem. És mióta munka nélküli? Hogy 23 éve. Körülbelül. 23 éve? Hát jó. És mondja, miből élt idáig? Édesanyámnak igen jó nyugdíja van. Gyönyörűen be is osztottuk, tehát gondoltam, most már valamit csinálnék is. De hát akkor mondhatni, hogy munkát szeretne vállalni. Én? Munka? Dehogy is. Én munkára nem gondoltam. De hát egyen rosszabb, próbáljon meg rábeszélni. Na de uram, 25-en várnak odakin, én erre nem érek rá. Hát, ha én tudtam, 23 éves minimum várni, ezek ott kinn azt a 10 percet, aztán igazán kivarhatják. Igazam van, úgy? Rendben legyen, mondja, milyen szakképesítésekkel rendelkezik. Jó, én nekem szakképesítésem aztán nincsen. Szóval nincs. És mondja, milyen jellegű munkára gondolt. Ide figyeljen kis asszony, nem akarom magam is ismétülni, de már az előbb is megmondtam, munkára én nem gondoltam. De csak van valami, amivel szívesen foglalkozik. Ja, abban. Te igen, szeretek szöszmötülni. Szöszmötölni? Szöszmötülni. Hát nem hallott magam még a szöszmötülést. De uram, hallottam, de hát én nem tudtam, hogy az is egy munka. Na de várjon, utána nézek a listán. Hát uram, önnek szerencséje van. Pont itt egy állásajánlat, amelyben gyakorlott szöszmötölőt keresett. Európa, az igen jó lenne, fantasztikus. Aztán mennyit fizetnek ezért nekem? Nézem azt is. 100 000, az már azért szép kis pénz. Ó, 100 000, na bocsánat, de én annyira a lábamat aztán ki nem teszem a házból. Nem is kell kitenni a lábát, uram, ez egy otthon végezhető munka. Ja, biztos ebben valami csinga van ám. Állannak nekem egy vagon szöszmötöt, aztán meg majd ott hagyják a nyakamon. Biztos van benne. Nem, uram. Ingyen házhoz szállítják a szöszmötöt, és magának csak szöszmötölni kell vele. Na akkor aztán meg mennyit kő az a szöszmötőnek? 4 órát. Napi 4 órát? Hát engem ide figyeljen, ülő gumóba műtöttek. Én nem tudok egyfolytában 4 órát megülni a helybe. Én, ez nekem nem igazán tetszik. Nem napi, havi 4 óra. Ja, házam meg nagyon kevés. Így a dél nagyszerű munkabíráson sose lesz kiaknázva. Hát nem lehetne valamit találni, ami egy kicsit a szöszmökülés mellett még olyan jó kis pepecselős lenne. Pepecselős. Na várjon, uram, megnézem azt is. Ismét szerencséje van. Van, pepecselő gépet is biztosítanak hozzá, ezt vállalja? Hát, én ezt nem tudom. Az utcán majd megállítanak, aztán megkérdezik tőlem, hogy mégis te mit csinálsz. Aztán én meg majd mondom, hogy csak úgy szöszmötülök, pepecsülök. Ez olyan snosz lesz ez nekem. Nincsen valami komolyabb munka, ami olyan jó kis elfoglaltság, az közben lógni is lehet. Lógni. Ja. De van uram, tudja mit? Akasztja föl magát. Na, jó, jó, jó. Van uram.